Szia! Szevasz, mindenki ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Én nemrég, hogy csak hazértem a munkából, meg az iskolából. Ugyanis elmentem a Lukaszért, aki nem itt van. Hol van? Itt a Lukasz. Szervusz. Na, mi a helyzet? Amúgy le kell vágni a haját. Látod, milyen hosszú? Dehogy nem, olyan szép hosszú, meg ilyen szép az enyém is ilyen hosszú, meg a meg kellene borotválkozni is, látod? Vár lehet, hogy meg kellene növeszteni, és ilyen szép lennék, ugyanis karácsonyra lehet, hogy ilyen hosszú lenne, és ha látod vagy nem látod, kezdjél fehéredni, és én lehetnék a télapó. Mi Lukasz? Elmehetek, ugye is nálunk van ez a, biztos látok is van a télapó kívül, ugye a bevásárlóban, és lehet vele fényképeztetni. Még egy pár év, egy jó pár év, lehet egy 20-30 év aztán. Na, én szép fehér szakállam lesz. Na minden, beszélj meg egy hülyeségeket. Ahogy megjött a tél nálunk ezzel, de megérkezett a tél, már mutatom milyen a tél. Ilyen szép, látod, egy felhő nincs az égen, és nem esik az eső, de hideg van. Na, elmentem a fókuszból. Hideg van, képzeld el, olyan hideg van, hogy reggelente most már 3 fölsőt kell, hogy felhúzzak ugye munkába, de azt mondtam, hogy ezen a télen nem lesz olyan hideg, mint mondjuk, mi múlt télen sem volt olyan hideg, nem Lukasz, nem volt olyan nagyon hideg. De azt mondták, hogy kevés eső lesz, és ilyen kellemes, meleges, hideges lesz. De nagyon ki lehet bírni. Ugye mindig van két hetünk, mielőtt megyünk nyaralni, már lassan majdnem összepakoltunk nagyjából, bár is olyan nem pakoltunk, de össze fogunk pakolni, még mindig kell egy bőröndöt venni, képzeld el. De na mindegy, még akármit is csinálunk, ugyanis el kell menni nem sokára a bankba, meg a postára, meg hasonló dolgok, aztán lehet, hogy megnézem az öcsémet, meglátjuk. Akarunk nektek mutatni valamit, ugyanis van egy ilyen applikáció, mutatom. A telefonra. Erre, bár nem csak erre, hanem bármelyikre, bár ez az Apple, ugye ez a 10-es telefon. Biztos, hogy van a Samsungra is ez. A minek hívják ezt az applikációt? AR. Az AR, ez a... Mutatom, végül is mutatom, hogy mi ez az egész. Tehát van, mutatom a kamerát, és oda rak egy ilyen mondjuk egy némit, vagy... A pókembert, vagy akár, mondjuk a Lukasz mellé, tehát ide rakja, ide a szobába, látod? Tehát oda beáll a Lukasz mellé, és... Már mutatom, hogy miről beszélek, bár lehet, hogy tudjátok, de a Lukasz azt mondta, ugye, és látunk egy jó csajt rajta, ugye? Ja. Azt mondta a Lukasz, hogy ez a... Majd egyszer lehet, hogy a barátnője, bár nem hiszem, de mutatom a csajt inkább, csak összeg itt össze-vissza, te. És a pókembert. Meg a pókembert is megmutatjuk. Már beállítom a kamerát, lehet vele filmezni, amúgy 10 másodperccel, és mindjárt megértitek, hogy miről beszélek. Várjál, meglátod. Na, ez az az applikáció, amiről beszélek. Tehát itt a telefon a kezembe, hogy látjátok, és a lány ott áll bent a szobába a Lukasz mellett. A Lukasz ugye nem látja, de... És közelebb tudsz hozzá ugye így sétálni. Közelebb jövök hozzá, ugyanis 10-20 másodpercenként ugye ez megáll az egész, meg ismétlődik a lány. De ha megnézed, látod itt a szobába, tehát közelebb tudsz hozzá menni, meg tudod nézni még a lábát, vagy meg tudod nézni ugye a melleit. Hogyan túl? Hogyan? Hogy eljövünk ide hátulra, látod, meg tudjuk nézni mondjuk így a seggét neki, vagy hirdő összakot, te is látod a telefonon keresztül, ugye körbe tudsz járkálni, tehát ilyen érdekes. Csak az a baj, hogy fel tudod venni, tudsz fényképet csinálni, de sokszor ugye kikapcsol, tehát meg nincsen ugye árnyéka. De úgyha hátra jövünk, tehát hogyha megnézzük, látod, ilyen. Le lehet vele játszani, csak az a baj, hogy ki kell ugye egy kicsikét tapasztalni, hogy hogyan működik rendesen, amúgy ezen kívül mutatom, hogy még mi más van. Aztán ezen kívül látod, van itt még egy ilyen tigris is, aki van a szobában, közel tudsz ugyanúgy menni hozzá, és követően ugyanúgy járni, mint azt a csajt, csak ez egy tigris, ezen kívül még sok-sok más minden van. A Lukasznak a még mindig ez a kedvence. Na mindegy, na menjek ki a képről. Szóval ez az applikáció, és rettentő sok ilyen dolog van rajta, tehát nem csak ez a csaj van rajta, meg ez a tigris, meg mi volt, nagyon sok minden táncos van rajta, a zombi, állatok, mindenféle fajta. Amúgy ez az applikáció arra jó, hogy eljátszol vele egy ilyen 5-10 percet, felveszel egy pár ilyen 10-20, maximum 15 másodperces videót, és ugye megmutatod a barátaidnak, vagy akárkinek, és ennyi. Amúgy sok értelmes vagy érdekes dologra más nem lehet használni, nem Lukasz, ezt más nem lehet használni. Aztán van sok ilyen applikáció ezen az iPhone-on, mert nem tudom, hogy a régebbin megy-e vagy nem. Vagy nem, Samsungon, nem van ilyen? Nem meg? Nem meg régebben, nem. És van Samsungra ilyen vagy nincs? Van ilyen applikáció vagy nincs? Van, de csak van. Az újabban. Az újabban. Nem tudom. Gondoljátok, ide a videó alá írjátok meg, hogy még milyen ilyen applikációk van, valamilyen érdekes applikáció, amit ugye érdekes kipróbálni. Vagy... A 7? Kell lenni a 7, vagy... A 7-es. Ja, tényleg azt tudom, hogy a 7-esen... Ja, nem, a 8-ason, nem? Vagy a 7-esen is megy? Kell a 7-8... 7-8... Na minden. Úgyhogy...
Ilyen, gondoljátok, hogy ide a videó alá írjátok meg, hogy még van-e ilyen applikáció, vagy ilyen hasonló. Úgyhogy most nem más csinálunk, hoppá, mint azt, hogy elkészülünk, ugyanis, ahogy mondtam, el kell mennem gyorsan a postára. Húzom a napszemüvegemet, ugyanis az előbb képzeld el, itt hagytam a napszemüvegemet, és ilyen szépen süt a nap, bár nem itt benne a házba, itt a házban nem süt a nap. Meghozom a kulcsomat, a pénzt, a számot, meg más kell még. Jó, a levelet! Na, azért még a postára, te! Jaj, menjünk! Összeszedtük magunkat, és elindultunk a postára. Mi mutatom, merre megyünk. Látod? Jó az idő, de még sincs meleg. Itt el kell fordulni balra. Amúgy jövő hétre képzelem mondta az esőt egy pár napra, bár ki tudja, hogy mi lesz belőle. Aztán, ahogy mondtam, amit összepakoltunk, most már sok minden össze van ugye pakolva, mert ahogy mondtam, két hét múlva megyünk. Rettentően izgatottak vagyunk, csak közben indexelek a bal kezembe. Egyetlen egy rossz dolog lesz benne, hogy 13 órát kell repülnünk ugye egyfolytában. Már hogyha Magyarországra megyünk, akkor meg többet kell ugye repülni, meg át kell szárni. Nem tudom pontosan, de tudom, hogy Los Angelesből ugye mit tőlünk Brisbaneből, 13 óra. És ki lehet bírni, ugye hosszú-hosszú, de a Davis-szel lehet, hogy egy kicsit hosszabb lesz. Mert sokat kell ülni. Bár, de tudom, mi lesz a jó, hogy éjszaka fogunk menni. Tehát 9.30-kor este indulunk, és aznap este 5.30-ra fogunk odaérni. Tehát visszamegyünk az időbe. Nem? Ja, visszamegyünk az időbe, mikor jövünk visszafelé. Vissza a jövőben négy. Majd úgy is megyünk megnézni a visszajövőnbe, ahol ugye felvették, meg a Universal Studio-ba, és na minden, visszafelé meg a jövőbe fog jönni, ugyanis egy nap ki fog maradni az idő eltelelás miatt. Minden, ami érdekes, tehát 9.30-kor este elindulunk, és ugyanaz nap este vagy délután fogunk megérkezni 5.30-kor ugye Los Angeles idő szerint. Na minden, érdekes. Végeztünk, képzeld el, közben, hogy végeztünk, bementünk a postára, a bankba, a benzinkútra, még könyvet is néztünk, ugye? És azt mondta a könyvesbolt, hogy le van minden árazva, nem minden, majdnem minden 90%-kal. Én nem találtam semmi könyvet, meg a testet. Vagy találtál valami könyvet? Egyet. De nem vettünk semmit. Úgy most nem máshol vagyunk, mint megnézzük a szüleimet. Mutatom, hogy hol vagyunk. Nem hiszem, hogy sokat látni, de ez azért érdekes ez a hegyön, és itt baloldalt lesz egy ilyen kikötős rész, ahol hogyha olyan hajót veszek, ugye még mindig nézegetem a vitorlás hajókat, akkor oda be tudom állítani, képzeld el a kikötőbe, nem itt, a következő sarkon. Ugye én mindig nézem a hajókat, találtam most már egy-kettőt vagy hármat, ami eléggé tetszik, de addig nem akarok elmenni megnézni, még ugye még el nem megyünk nyaralni, vagy vissza nem jövünk, vagy hogyha visszajöttünk, lehet, hogy jobban megnézem. De most az az időszak, mikor ugye olcsóbbak, ugye itt a tél, senki nem akarja nagyon használni, mert kicsit hideg van, és ilyenkor olcsóbbért meg tudod venni őket, és én nagyon remélem, hogy idén télen fogok tudni találni egy olyat, ami nekem tetszik, ami nincs összefestve mindenfelé, ugye mind a többi, csak közben látod, megálltunk itt a piros zöld lámpánál. Ahogy itt volt a kikötő, na mindegy, elfelejtettem megmutatni, itt bal oldalt, bár sok mindent nem lehetett látni. Aztán mindjárt itt lesz ez a lejáró, bár nem mutatom. Itt a híd, ahol át szoktunk menni a jetskivel meg a hajóval ugye, és itt ez a vizes rész. Várjál, itt lesz ez a park, nem tudom, itt lehet látni, mennyit nem. Mindig vannak a parkban. Most, hogy lement így a nap, kezd eléggé úgy hűvös lenni, nem Lukasz? Ez itt egy szép Mercedes. Itt bal oldalt, bár bemegyünk, valószínűleg bemegyünk, megnézem az öcsémet, és elmegyünk szörfözni, ugye a központba ott szemben, ahol vannak azok a házak, nem tudom, mennyit lehet látni a kamerán, mert közben vezetek, mert nem tudom, mit filmezek. De megnézzük, hogy hány turista fürdik a vízbe. Lukasz szerint, hogy hány turista fog fürdeni a vízbe. Nincs olyan hideg, de nincsen azért meleg. Főleg mikor lemegy a nap, akkor már azért hűvös van, tehát ilyenkor nem hiszem, hogy lesznek bent turisták, vagy sose lehet tudni. Na mindegy. Csak néztem az időt, ugyanis 4 óra 45 van, és 5 órakor lement a nálunk a nap télen. Nagyon nem szeretem, ugyanis korán van ilyenkor ugye sötét. Na mindegy. Úgyhogy megyek, kirakom a Lukaszt, aztán megyek szörfözbe az öcsémbe. Valószínű. Fel kell hívnom. Ha nem, akkor hazamegyek. Valami csak gyorsan, hogy eszembe jutott, még mindig itt megyünk, ahogy látod. Itt a víz mellett, még nem értünk oda a szüleimhez. Tudod, mi lesz furcsa Lukasz Amerikába, hogy odaérkezünk abban a pillanatban? Rossz oldalt van a kormány, képzeld el! Ugyanúgy, mint Magyarországon, rossz oldalt van a kormány, és a túloldalt kell majd vezetni. Rettentő furcsa lesz!
Na minden, amúgy hozzá lehet ám szokni, csak nekem így gyorsan furcsa lesz, múltkor is, mikor odaértünk, ugye rossz oldalra ültem ebbe egyből az autóba, mert beleültem és nem volt kormány, hol a kormány? Ellopták a kormányt, aztán rájöttem, hogy ott a túloldalt van, mert átnéztem. Amúgy meg lehet találni, mert na minden, hozzá lehet szokni, csak először furcsa lesz, hogy melyik oldalt kell menni, meg hogy kell ugye váltani, meg a közlekedés, de egy pár nap után ugye hozzá fog szokni, legalábbis nagyon remélem. Na, itt fordulunk, még pont zöld van nekünk. Oda nézzél, még a végén el is érjük. Látod? Ott a zöld, ott a zöld, ott a zöld. És sárga, nem értük el. Úgyhogy most itt fogunk állni egy pár percet. Ha megjöttünk egyet ide a partra, mutatom mennyien vannak. Mennyi kék a fejem, te! Tudod miért? Itt ez a kék lámpa. Látod? Senki. Ott vannak egy pár turistánk, de lenne a parton sehol senki. Látod, minden üres. Már kicsit ráközve ittek arra felé, lehet, hogy sírtának egy páron. Ott az messzibe. Ott egy olyan reflektor. Szépen ki van világítva a part legalább. Nem essel el a homok buckába. De a vízbe senki nem fűrik, ami most nincs olyan nagyon hideg. Sétálnak, sétálnak, hullámok se olyan nagyon nagyok. Na mindegy, azt mondom, hogy elmegyünk tovább, megyünk egy kört. Itt kezdődik a piac, amit most kikerülünk. Itt vannak ezek a biciklik, amiket ki lehet bérelni a telefonodon keresztül. Aztán lehet velük tekerni. Hol a sisak? Arról hiányzik a sisak. Nem, az egyiken megvan, de ezekről hiányzik. Aztán... Amúgy vannak emberek, csak nem olyan túl sokan, mint mondjuk egy hónappal ezelőtt. Nézd, lehet itt bérelni oroszlánt. Mi az a piros valami? Sárkány? Rájulsz és lehet vele menni. Olyan, mint egy motor. Aztán... Merre megyünk? Egyenesen, balra? Azt mondja, egyenesen, amikor aztán veszünk valamit inni. Na, mit iszunk? Van ilyen Dr. Pepperes, olyat iszunk? Vagy nem olyat iszunk, kell venni alufóliát. Ide van kirakva, $5.50, $6.25, vagy pedig, várjál, Fanta. Nem tudom, először ígyünk, vagy alufóliát vegyünk. Canada Dry. Ezek mind ilyen importált italok amúgy. Kólás, seris kólát iszunk, én azt hiszem. Na, menjünk. Hozzáérkeztünk, közben lement a nap. Ugye, felvettük a Lucas-t is, mi a helyzet? Miért mondod még, hogy hello? Nem, úgyhogy most nem más fogok csinálni, mint a Davis elmegy fürdeni. Én meg fogok vacsorázni, nem más fogok enni, mint képzeld el, mint ilyen hal levest. Anyukám adott ilyen halas levest, ilyen valamiben, láthat. Ezt meg kell melegíteni. Most csináltam. És ugye, aki nézi a videókat, ugye rettentően szeretem ezt a halas levest, úgyhogy ez lesz a vacsorám. És mit akartam? Telefonomat! Látod? Nem kell tölteni, át kell tölteni a videókat a számítógépre. Bár lehet, hogy most már is töltődött. Ugye azért mondtam, hogy ha ezzel a telefonnal filmezek, ugye átmegy ebbe a cloudba, ebbe a felhőbe, és nem ugye, rámegy a számítógépre, anélkül, hogy be kellene dugnom, vagy akármit is kellene csinálnom, mindjárt megnézzük. És vagy a fényképek, ugye, hogyha néha csinál a fényképeket a telefonnal, csak keresem, hogy hol van. Megvan! Át is ment. Mutatom neked. Látod? Ott van az összes videó. Úgyhogy nem kell dugosgatom a kábeleket, ez ebből jobb. Amúgy mutatom, melyik italt vettem meg. Bár mutattam ott a boltban. Látod, ezt vettem meg! Ilyet nagyon ritkán lehet nálunk kapni. Ezért szoktam ilyet inni, hogy ugye lehet kapni. Nem ugye, megnézzük, mit csinál a Davis. Hátra én nem vetkőzöd le, hogyha megtalálom. Na, szervusz! Mi a helyzet, nyuszi? Ha? Nem beszél? Nem. Mit csinálsz? Tehát te is mehetsz fürdeni? Vagy zuhanyozni? Mit játszatok? Bóckodtok? Gyönyörű? Na minden, nekem nagyon nem lehet hozzájuk beszélni. Úgyhogy én ezt a mai videót itt most lassan befejezem, és semmi érdekeset nem fogunk csinálni, kivéve meg fogok vacsorázni. Aztán nézzünk tévét, holnap meg egy új nap, úgyhogy mára ennyit mindenkinek, további szép napot, jó napot, jó estét szeretnék kívánni, a top vagyunk a részt, ahogy szoktam mondani, sziasztok!